Hát tiszteletem mindenkinek, ez a gyönyörű, szép kánikulai napon, és hát én már elkezdtem itt dolgozgatni, úgyhogy szépen, na, kamera új beállításban volt, húztam a szíjon, úgyhogy most megint lehet itt vacakolni, mire beáll nekem rendesen, mert itt talán jó lesz, oké. Okay. Múltkor túl laza volt, na, így. Azért kell a control monitor, látjátok, hogy ott tudom ellenőrizni, hogy mit veszek fel. Na, szóval megpróbálunk csinálni, ez egy hirtelen jött ötlet, mivel hogy hát aránylag szép méretes csirkecombokat sikerült vegyünk, és ezért úgy döntöttünk, hogy csinálunk pár darab ilyen, megtöltjük a töltött csirkecombocskákat, és hát már többit én, ugye a kisebbeket, azokat én már elrendeztem, és azokból leves, ugye ez a farhátrész, levesszük a kabátot róla, a zsírt, és mi a fene? Már ott elkezdtem, tudjátok, a szokásos, megszokhattátok tőlem, a alaplét, illetve hát húsleves, jó bezőtséggel készül, elnézést a pörgésért, ez pedig, hát kicsit megszavarítjuk, ami nem kell, hogy ott legyen. Ronda részeket leveszünk, és ez így már, ez a kis zsiradék, ami itt van, az marad, meg ami itt szokott maradni, az marad benne, sőt még hájat is, ha van, akkor érdemes megtartani. És majd rátenni. Na, hát szóval én így, ez itt nagyon ronda, látjátok, ez a gépi vágás, hát ledobod a zsírzót, is ledobjuk, és a többi az már jó lesz. Na, a kisebbeket én már elintéztem, azokat főnek. Jó. Oké. Ez már utólag kerül bele, mert ott már le van szedve a hab. Előzőekben. Már megtörtént. Jó van. Ez így jó. Ez így jó lesz. Alright. Hát annyit csinálunk vele. Szemét. Mosás. Per pillanat annyit csinálunk csak, hogy egy kicsit megfűszerezzük. Ez egy kicsivel kisebb. Évi, Jani, Janika, Szofi. Na, megvan oldva. Elvitel, is majd, meg lesz. És itt mindössze most csak egy egyszerű fish chicken Everglade fűszerkeverékemet fogom csak használni. Semmi mást. Majd fokhagymát, majd még persze. Még lesz fokhagyma is. Hát maga a töltelék lesz egy kicsit majd. Ugye még lesz megfűszerezve.
itt használsz a kedvenc fűszerkeverékedet, de ha nem akarsz, marad a sóbors, fokhagyma, és kész. Úgyis jó. Jó, egyelőre ezt a felét hagyjuk. Jó, megcsináljuk a tölteléket, oké? Okay? Betettem három zsebét ázni. Közben hagyd mutassak nektek egy szomorú kutyát. Miért? Miért szomorú arra a kukó? Ha? Nem szomorú. Vajon? Nem szomorú ő, csak utálja. Körömvágás van. Már leva? Nem szeretem. Nem ám. Ez az utolsó kettő. Micsoda érte. Alig várja, hogy már meleg. Mindjárt vége. Már muszáj veszedni. Van az a reszelő, meg van ez a kis gép. Az a gyors. Ugyanak az pörög. Köszönjük, vagy ne rossz sem. Olóban nem vágjuk a kutyakörmit csípőfogóval, ami van az is, de elpeszti neki. Ez csak leköszörödi. Csak az, hogy... Utána Évi leszedi a sorját, és kész. Smooth legyen. Egy ideig. Ja, az kis kokó. Utána jön a fürdés? Na, majd az este fele. Este fele? Ja. Majd jön. Kokónak ilyen pedikűr napja van. Wellness nap van. Hát a töltelékről annyit, hogy hát többnyire. Ugye van a zsemle, tejben vagy vízben áztatva. És hát maragi teljesen szét pépesíti. Én szeretem ilyen körülbelül ekkora darabokba hagyni, így, mint ami a kenyérpudingnál van. És bread pudding. Egyszerűen már kéne csinálni a kamera előtt. Nagyon egyszerű az is. Egyik legjobb amerikai ilyen süteményszerűség. Igaz, Évi? A bread pudding. És ennyi az egész, gyerekek. Aztán Évi hozott ilyen, hát olyasmi, mint a májkrém mondjuk. Mondjuk rá, hogy májkrém. Nem teljesen, de hasonlít rá nagyon. Ja. Oké. Okay. Aztán megmossuk kezünket egy picit most még. Yes! Rácsatintunk erre kettő tojást. Jó. Aztán bors, kevés. Egy kevés bors. Piros paprika, egy pici, legyen valami színe is, aztán só. Ebből teszünk még egy kicsit, jó van, és hát fokhagyma, granulátumot teszek, és kivételesen nem össze van állva. Francba. Bepárásodott valahogy, vagy mit tudom én, mi lett vele. Semmi baj amúgy. Jó, mennyi elég is. Nem volt jó rácsukva, valószínű. Jó, egyelőre még nem keverem, hanem... Oké, félre.
vágok össze petrezselymet. És hát egy ennyit, ez megvan már mosva. Összevágásra vár. Nem muszáj túl apróra, túl nagyra, de egybe se hagyjuk. Itt a szélén megmaradnak, általában olyan nagyobbra. Ez így jó, ennyire elég. És kérem, rátesszük. Ezt egy szép kaparom. És kézzel össze lesz gyúrva. Ennyi. Na gyerekek, ez kész van. Kellett hozzá tegyek egy pici kis zsemlemorzsát. És körülbelül erre erre a sűrűségre így jó ki lehet keverni. És ennyi volt. Úgyhogy következik a megtöltés. Jó. Jászmin rizs. Egy kupa káp és kettő. Most csinálhatunk egy kicsit többet. És elfogy, ezt lezárom. Jó, nem fogom pirizgatni a rizst, hanem most csináljuk az ő módszereikkel. Tehát annyi van, hogy megmossuk. Hát ezt úgy látom, hogy van túlságosan nem kell mosni. Semmi baj. Kicsit, ja. Na lehet. Jó, leöntsük. Jó, lehet. Ezt hozzászámítsuk. Egy pici maradt benne, nem érdekes. És hát úgy kell kalkulálni, hogy nagyjából kétszer annyi víz. Tehát az kettő volt. Ilyen akkor négy, én hárommal teszek most csak. Tehát úgy érdem, hogy egy, kettő, de ez két kupának számít. Igen, most van tele. Úgy van. És még egy féllel. Tehát ott van. Egy kár. És akkor így megfelezzük a rizst. Szépen majd fölfor, és akkor fedő alatt kis sót teszünk bele azért. És kész. Na gyerekek, ezt ide átteszem ebbe a kicsibe. Jobban elfér a hűtőbe, és leállás van. Ugyanis még délelőtt van. Tehát még van időnk bőségesen, és hát most pihenőjön. Folytatjuk majd tovább, amikor már be lesz rakva. Elpakolunk, és egy szület. Még a reggeli kávém is ott van, igaz? Ja nem, már szület. Megittem. Na most nem kell akkor. Na, ennyi. Jó. Szeretem ezeket az edényeket nagyon. Alright. Ja, várja, még egy valami van. Ezt fogjuk. Ez az lesz, hogy Évi leszette ezeket a zöldjeit le fogom
csipkedni róla, és az egészet leörlöm egy kis sóval, és elteszem kis üvegbe, hűtőbe. Jó lesz. És akkor néha-néha lehet csinálni belőle valamit, vagy valamihez használni. Állítólag rendkívül erős, én így nem kóstolom meg. Hát mondom még egyszer, a zöldet letörjük róla, és ez még ugye nyers. Só, zzz, és egy paprikakrémet csinálok belőle. A só eltartsa, meg a hideg. Alright, szünet jön. Az elnézést, de most ilyen munkaruhában vagyok. Szóval most gyorsan elmondom, hogy mi történt, gyerekek. A széknek a történetét, jó? Na most, arról van szó, hogy ugye volt szó, hogy lesz egy székem. Itt van az új szék. Van egy új, tegnap hoztuk, és gyerekek, nem akartunk venni, és spórolni akartunk. Évi hazahozott már ilyen székeket, hát én nem tudom mennyit, de nem ilyet. Nem ilyet. Ez, nézzétek milyen széles, itt ezt a részt, meg ezt a részt. Az összes székből ez egy típus volt, ami a Home Depot, nem Home Depot, a Office Depotba, ami volt. Na, szóval a régebbi szék, az úgy van, mutatom, ott van, most annék, hogy tudom, a Szopi hol van, ott van, az a szék, őről van szó. Ezt a Évi hozta, ez egy vadonatúj szék. És hát, mint látjátok, jóval kisebb. Na most ez két székből van összerakva, olyan értelemben, hogy a működtető szerkezet az egy harmadik székből van. Az én régi székemből. Ugye a szétfoszlott, tehát át lett rakva, minden stimmelt. Kérem, úgy volt, hogy ez lesz az én a komputer székem. Aztán tegnap előtt, amikor csináltam azt a videót, amikor beszéltem, tehát amikor szövegeltem, és emlékezzetek vissza, hogy mutattam azt a részt, hogy leesett a földre az a kis bigyó. Tehát az a kis bigyó, hogy el volt törve és meg kellett ragasztani, de az leesett. Én megfogtam, kitoltam a seggemmel azt a széket, és lehajoltam, és kirepült alólam a szék. Tehát az úgy gurult, és lecsúsztam róla, és gyerekek, ide elvágottam. Ott a kamerán rajta volt, nem rakom ki YouTube-ra, újra kellett kezdjem az egész jelenetet, mindent. Ennyire volt a fejem ettől a résztől, és akkor hogy mentem oda, ott meg körülbelül ennyire. Tehát mind a két helyen, mert így zúgtam le, rá a könyökömre. Szóval meg kellett állítsam a filmezést, minden vártam, és újra kezdtem ezt a filmezést. Na hát együtt akartam elmondani, hogy Évi meglátta a videót, elszörnyedt, és azt mondta, hogy azonnal új szék. Azonnal. Olyan, ami, hát ez. Hát ez jó, ez tényleg jó szék. Menjünk a székről. Most délután van. Oké. Most úgy próbáljuk megcsinálni, hogy... Szóval mennyi van? 4 darab. Meglátjuk, hogy tudom elosztani 4 fele. Igen. Ide. Oké. Nagyjából egyforma legyen. És ezek bele kell valahogy menni, igaz? Azt mondjuk. Úgyhogy azt mondom. Tehát... Jó, felnyomjuk.
vissza comtőig. Ez az. Ezt egyszerűen belerakod, gyerekek, nagyon egyszerű a dolog. És jó ez, hogy most hideg, ugye? Így lehet jobban igazgatni, és ugye elnyomjuk rajta. Ennyi volt az egész. Nagyon egyszerű dolog. Készítettem ide ezt a bambusz fogpiszkálókat, amellyel ezt a bőrt kicsit ugye rögzítjük három helyen. Na, hát kéne lukasszam. Na majd a másiknál már úgy csinálom, hogy... Jaj! Nem, ez hegyesebb kés kell ehhez. Holnan ez a nagyon hegyes, ez az. Teszek rá egy kis lukat előre, mert így belemegy a kezembe. A másik fele. Oké. Okay. Na, hát így néz ki. Na, még egyet? Megy gyorsan. De. Elosztva. Jó. Fogpiszka. Bök. Bök. És ugyanoda bele a fogpiszkálót. Hol volt az aluk? Ugye a fene. Na mindegy, az ártuk ezt ott. És pár is. Mehet be. Hát gyerekek, így. Okay. És ugye mondtam ezeket a hájakat. Rá lehet így tenni. Oda lehet rögzíteni, ha oda fogja. Jaj! Majd mindjárt megoldjuk. Oké, okay. És akkor nagyjából egyformán el van osztva. Hát, nem is tudom, hogy oda kell ezt így erősítsem. Van, amikor nem szoktam. Ja. Oké, gyerekek. 350-375, tehát a 180-200 Celsius között pohár víz. Nem muszáj teljesen lefedni. Úgy is jó, mindegy. Ez a fogpiszkáló, ez így nem nagyon van. Lehet venni egy kis tűket majd. Úgy néz ki, hogy egy kard. Nem azt kell venni. Majd veszünk olyat. Csak én gondoltam, hogy jó lesz így is. Hát végül is funkciója jó, de... Hülyén néz ki. Alright, sütő. Hát egy jó 3-4 órára beteszem, aztán majd ránézek. Ránézek. Szedtem ki a húslevesből a zöldséget. Kicsit lehűtöttem. És így ekkorákra el fogom vagdosni mindet. Így. 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 Három fele az már jó.
Oké. Tehát így. És itt van fehér répa is, abban nem sok van. Ugyanezt. Oké. Három. Úgy van. És hát ebből is vágok össze egy kicsit. Ebből. Zellerből. Zsengébekből. Elvágom hosszába, ebben nem sokat teszek bele. Oké. Így jó. Ezt a fehér répát, ezt mind összevágom. És még... Még egyet. Jó. Ez még megy vissza a levesbe. Itt a rizs. Nagyon szép fehér jázmin. Erre ráhúzzuk a zöldségeket. Jó. Ráteszem a vágott friss petrezselymet. Hát ennek a borsónak a így felét körülbelül. Jó, gyere, egy az egész. Mennek mosásba, minden marad még. Egy nagyon pici. Nagyon pici fekete bors. És semmi más. Soha ilyesmit kell. És átkeverem. Ennyi az egész. Kicsit összeragadt a rizsem, hát ennél nagyobb baj sose legyen a világon. De nincs túl fővel, ahogy kihűlt. Összeragadt, baj, szétjön. Igaz? A gyomrunkba. Ha. Hát szét lehet pacakolni, ezért kilódni, de ne értem meg, ne legyen a csomós. Jó, tehát ez a köret a húshoz. És kovászos uborka. Jó zöldséges rizs. Imádom. Meg ez a friss petrezselyemmel. Jó. Hát évjék majd megjönnek, elmentek fürödni megint. Aztán. Majd most már csak a tálalás mutatom, ugye, mit van Kokónak is elkészítő, ott egy kis gyümölcs. Úgyhogy az ananász a mi kertünkben nőtt. Évi elfelejtett szólni, hogy filmezzem. És jó van, kész lesz a hús, minden, akkor majd a tálaláskor találkozunk újra. Arra egy gyerekek, most elpakolok. Szóval milyennek a paprikának a története? A felét, hát nem a felét, egy harmadát már a fiam elvitte. Tehát Kovács Sándor barátunk küldött nekem ilyen szárítva ezt a paprikát Magyarországról. Abból egy a 7-8 darabot szétbotott a Évi, kipergette a magját, elültette, csinált 4 bokrot. És így megteremtek. Úgyhogy most is oda rakott még, ide, ezt kiszárítjuk, és ugyanúgy el lesznek ültetve, és termeljük magunknak. Ezt viszont mondom, meg kell szárítsam, illetve, na, jaj, nem jól mondom, leszedem a zöldet, többit így még kiszáradás előtt le lesz őrölve, kis sóval, és akkor kis olajjal, és akkor így tudom a kajákba beletenni egy-egy késhegyit. Nagyon erős. Fiam megkóstolta, én nem kóstoltam most meg, nem merem. Majd egyet kajakor. Na jó, egy a paprikáról, úgyhogy Sanyikám itt van, nézd meg.
megtermeltük. Abból, amit te küldtél. Na, Évi kezelésbe veszi, nem sütjük tovább, nem szárítsuk, gyerekek. Ugye? Ez tökéletes. Szofi is éhes. Én is éhes vagyok, Évi is. You hungry? Hungry? Yeah. Yeah. Very hungry. Yeah. Look good, eh? Sophie. A pálcákat majd kivesszük. Ezt a szószt, szapját. Na most már nincs időm, de csináltattam volna belőle egy kis grévit, behabarni lehet. De sündisznó. Look. Kivesszük, és minden szemétbe. A szalonát le, hogy eldobdolra. Meg van sűrve az a háj. Ott van oldalt még egy, ugye? Oldalt. Abba. Itt is van. Na, most miért kellett ezt így leszurkáljam? Elmondod, Évi? Hát azért, hogy a bőr ott maradjon. Igen. Mert ha nem lett volna leszurkálva... Szerintem ez a kettő most elég, nem? Nem lett volna leszurkálva, akkor az történt volna, hogy mint ahogy itt is, hogy behúzódik. Összezsugorodik. Hát, most egyelőre elég lesz, persze. Aztán majd... Jó, menjünk asztalhoz. Na most, ha kicsit mutatni, mire? Koko ugyanezt kap. Mindjárt Koko. Rizs, csirkehús, borsó és répa. Here you go. Imádja. Tulajdonképpen, amiket szokott kapni kajákat, azokban is ez van. Csak abban nincs só. Ebben van ez sajnos egy kis só, de hát annyit kibír. Nézd, milyen jó étvágya lesz itt. Egyed meg a szívedet. Kis malac. Ugye szívő kis malac. Örökök. Mutatom a meleket, jó? Ja. A bokrot máma megvágta. Vigyázz, ott vagy mögötte. Ja. Mutatom a meleget. Látjátok a meleget? Nagyon meleg van. Odarakod a kezed a üveghez, szinte fűt. Levártam ezt a bokrot, mert már nőrök levegő. Na. Oké. Okay. Bon appetito. Tehát van dinnyeg. Oké. Okay. Szofi segített megterítem. Bizge-bizge. Eper. Kovászos uborka. Fehér is. Kukorica. Szofi. Külön szakasz ezt a zöldséges. Nem eszi, van olyan. Húsleves, eper, csirke, oh hot sauce, utána még kés, villa. Ezt megmutatom, de nem kell még, most nem mondjuk. Na mondjad akkor, mi az, milyen meglepetésed van? Addig nem állítom meg. Jaj. Oh, lesz vagy. Oh, nézzek, milyen jót találtam. Galactic Cone fagylalt. Csoki vanília. Aha. Csak így kidíszítik. Jó van. Ma. Megírja volna. Jó van, akkor megvárjuk Évi, mit szól hozzá. Így. Ups, mi kell? Ez oké, ez oké. Hát azonban várj. Ó, el van az éve. Jaj, mert lejtettem. Meg azt hittem, hogy fel akar borulni. No, elejtettem tegnap este, amikor meghoztuk. Koko, Szisz már megette, pillanat alatt behapzsolta az övét. Fölhapzsoltad, mi? I think that's happening. De nem, pofárosz ide, nem tudod, nem, ott maradsz, szépen. Széken maradhatsz, semmi baj. Egyen meg a szívedet. Na, jó, fel kéne vágni, nem? Ja, ja. Vajja, hozom azt a nagy villát. Hát a tölteléket, azt vedd le róla. De jó éle, ki vannak élesítve a kések, hogy majd vigyázz. Reggel, vagy hakkés, kihúztam. Nagyon élesek. Érzed? Átérezted? Átéreztem. Milyen éles? Nem találom a... De hát...
Tessék szépen csinálni a kamerát. Soha nem találom a... Szépen dolgozzál. Hogy hol van a... Csak mindig a csontnál vágom. Á, megvan. Mutasd a közepét. Hát sült, jól van. Jó van, jó, gyúzi. Látod? Milyen gyúzi? Ja. Lát szaptos. Kérem egyiket. Az a csont. Hmm. De jól néz ki. Ti, ők ettek a húslevesből, én nem akarok. Szapinak. Ja. Melyiket? Hát ezt, csak ezt. Very hot, Sofia. Ja, very hot. You want stuffing too? Stuffing. Stuffing. Amit a Sofia nem ismer, azt meg nem eszi. Amiről nem tudja, hogy mi. Daddy love the stuffing so much. De én szerintem próbáld azt, hogy kóstolja meg. Legalább. Annyit. Na, nem szedsz magadnak? Hát nem, nem csak. Túloldalon vagyok, mert azt mondta, hogy üljek oda mellé. Hú. Okay. De? Gyerekek, mi nem ebédelünk. Na, délben nem volt kaja. Nem. Reggel valamikor volt valami, igaz? Valami, reggel ettem két szelet pizzát. Ja, te megetted a maradék pizzát tegnapról. Kettőt, két szeletet. Én meg valahogy hajnal 5-kor ettem utoljára. Aja, rosszul tettem. Fogyókúra van. Van a lóvalag a fogyókúra. És akkor is tegy hozzá. Ahhoz nem hoztam kanalat? Kérek egy kovászolt uborkát, most már. Már rég nem kóstoltam, már napok óta. Ja, szép lett vágva. Még a Sofinak is ízlik. Hey, 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 hey! Levajazva. Butter. Nem salt. Most fogom megkóstolni. Oh-oh. Ez a paprikát. Mondtam, hogy lóhétvágyat? Ja, lóhétvágyat. Majd én is ezek kukoricát, de nekem le kell róla, tudod, késsel úgy vágni. Jó van, gyerekek, hát... Ízlelés jön, véleménymondás, évi az a... Minek mondták otthon? A minőségi ellenőr? Vagy mi volt? A meós? Meós. Igen, mert valószínűleg nagyon meleg. Megsült szépen, szerintem. Milyen volt a strand? Nem túl meleg a víz? Ja. 40 fokba. Hát süt. Fő van melegedve. Porcogó. Hát süt. Jó. Ezt nézd át. Jó, ezt kicsit leborsoztam. Rizibizi. Rizibizi, hát zöldséges rizsinkám nem. Uh-huh. Rizibizi. Jó. Corn fell. Kovászolból mikor ettél? Mert most ha hagytuk ilyen lenni. Még nem ettem belőle. Ezt akarom megkóstolni. Nézd oda. Menj. Kokó, szemtelen vagy. Majdnem lehúzta a tányért. Tudjuk, hogy szereted, meg mindent, de megetted a terészet. Direkt azért adtam neked főtt hús, mert tudom, hogy szereted. Meg a rizst is szereti. Kaptál reget. Kovászos is jó. Ez a töltelék féléget meg, ha kap, vagy fasírtott gyerekek. Na, nem jó neki. Azt azonnal kihányja. Vagy a magyar kolbászt. Elég egy karikra kihányja. Nem bírja a gyomra. Na, egyén most már. Na, gyerekek, köszönjük a figyelmet. Hát, ilyen videó lett kész. Hát, most szó volt róla, hogy hát, kaptam egy elég szép hosszú beírást.
hogy tényleg leültek a videók, hogy meg nyaralnak, meg kéne profilt váltani. Egyetért, én nem haragudtam meg senkire, de ebben igazuk van. Szóval... De hát ez egy ilyen dolog, gyerekek, egyszer fent, egyszer lent, és... Hát, majd újítunk, ha tudunk, vagy amit tudunk, próbálunk, jó? Megígérem, hogy majd, ahogy lemennek ezek a melegek, több lesz a mozgás. Alright, sziasztok, jó egészséget! Majd nem tudom, mit filmezek legközelebb. Jani bácsék vagyunk Floridából, bye bye!